Életek, történetek Ferencvárosból 25 percben. Heti portré. 2015. december 15-én váratlanul elhunyt Benkó Sándor, Kossuth és Liszt Ferenc díjas klarinétos, a Benkó Dixieland Band alapítója. A hírt a 9.tv TV-s tábja is mély megrendüléssel fogadta. Mai adásunkban Benkó Sándorra emlékezünk, akinek életéről idén október 5-én készült egy összeállítás Heti Portré című műsorunkban. Ennek ismétlését láthatják most az elkövetkezendő 25 percben. Érdekes az embernek az életében, hogy mik azok a tárgyak, amik teljesen hozzánőnek. Vannak, akinek a fogkeféje, már kérdezik, ki kéne dobni, meg egyébként minden baja van. Azért képzeljétek el, hogy én ezt a hangszert állandóan magamnál tartom, állandóan napi gyakorlásnak van kitéve, mennek a koncertek, minden. És én arra gondoltam, hogy nagyon-nagyon sok embernek fogalma sincs, hogy ez egy ilyen kis dobozban mi a fene és hogy fér el. Tehát én most megmutattam azt, hogy egy ilyen tok, amit most szépen itt ki fogok nyitni, abba ugye ez egy vászontok, ami csak annyit rejt, hogy gyerekek, ezen belül van egy értékesebb tok, már maga a klarinétnak a tokja. Tehát ezt szépen lefejtem, és jön maga a hangszer. És akkor a hangszert kinyitom, akkor gyakorlatilag ugye sok-sok apró részből tevődik össze maga a klarinét. És ez egy külön szertartás, amire az ember ezeket az alkatrészeket összerakosgatja, de el kell mondanom, hogy a legtöbb fafúvós, részfúvós, mind sokféle apró részből áll össze. Tehát az egészet ott kezdi az ember, hogy ezt a darabot és az utolsó, a legnagyobb töltsérét, ezt szépen így összerakja. Ugye? Parafa van mindig, amit összecsúsztatunk, tehát van egy fémluk, és van egy parafa, ami megfogja ezt az egészet. Na, most akkor itt összerakjuk ezt a részét, akkor már alakul jó hosszú, kezd lenni a cső, meg van jelölve, hogy hogy kell beállítani, ugye, hogy a billentyűk megfelelő sorrendben menjenek. Most jön az, hogy van egy távolságtartó, ezzel lehet hangolni, kiebb húzom, ugye nagyobb lesz a távolság, akkor lefele megy a hang, a hangzás, ha bedugom, akkor magasabb. Na és akkor elérkeztünk a leglényegesebb elemhez, úgynevezett fúvóka. Most ez a fúvókában van egy nád, és hát világon nem tudom hányan csinálják, lehet, hogy én már csak egyedül vagyok, egy sejemzsinórral kötöm föl ezt a nádat, mert az a dilim, hogy ez egyenletesen szorítja. Nos, minden fellépés előtt be kell nyálazni a nádat, mert ha ez száraz, akkor csak csipog, recseg, ropog, és nem történik semmi. De egy kicsit be kell, hogy nyálazzuk, behelyezzük a hangszerhez, így a helyére, és akkor következik az, hogy még be kell állítani, hogy minden szépen jól menjen. Ez a védőkupak, ugye ezt leveszem, amikor fújok, különben mindig visszateszem, mert ez a nád megsérül, akkor lehetetlen fújni. És akkor jön az, hogy megszólal-e, vagy nem? Első kérdése. Tehát magyarul egy percet legalább fújni kell a klarinétot, hogy összeálljon, ugye? Ma reggel még nem fújtam. És akkor jönnek a számok, hogy miket játszunk. Na most a klarinét önmagában, hát nem egy túlmutatós hangszer. De mégis, hogy valamit mutassak, például ma a YouTube-on, ugye 1 millió néző körül vagyok egy számommal, a Petit Fleurrel, ami a műfajban abszolút lehetetlen ilyen számokat elérni, úgyhogy a Petit Fleur, megmutatom körülbelül, hogy indul. És így tovább. Tehát gyakorlatilag itt ugye a kíséret dobja föl a számot, mert ez eléggé hülye hangzik. Vagy például a Nagyon szeretel a közösségben, az Ott fogsz majd sírni című számot, ez egy magyar nóta, 30-as évekből. Ha
és így tovább. Na most még kb. 5 percet kell fújnom, hogy rendesen minden hang megszólaljon, és akkor mondhatom azt, hogy ugye fellépő képes állapotban vagyok. Ben születtem, ebből látszik a 75 évből, és édesanyám beiratott a hegedű iskolába, méghozzá a postásokhoz, a Bencsor utcába. Ráadásul én a Bocskaüton laktam, tehát egy hegedű tokkal, apró gyermekként róttam a város, általában tujáztam, mert ugye pénzünk nem volt villamosra, tehát a villamos ütközön ide-oda utazgatni. És nagyon rossz emlékeim voltak hegedülről, megfagyott kézzel, akkor kellett az órán ott nézni, otthon, meg hát az egész ház rász kapott, Benkó Sanyika cincogott össze-vissza, amikor már két órát gyakoroltam, akkor már majdnem palota forradalom volt. Szóval a hegedű valami féleképpen nekem nem állt jól. Elvégeztem belőle elég sok évfolyamot, de 14 éves koromban kaptam ajándékbe klarinétot. És akkor otthon elkezdtem fújogatni, nagyon megtetszett a hangja, utána elmentem Berkes Kálmán, akkori nagy zenész az, akinek a fúvós ötöse, fúvós négyese világhírű volt, és akkor nála kezdtem tovább tanulni. Ez a Berkes Kálmán a mai Berkes Balázs jazzbőgősnek, a Berkes Kálmán klarinétos karmesternek a papája. Tehát együtt tanultam a Kálmánnal, meg sok mindenki hoz klarinétot, majd elmentünk a zeneiskolába, majd elmentem tovább tanulni, tehát gyakorlatilag a klarinéton végeztem a klasszikus iskolámat. És emellett ugye 57. februárjában nagyon eszembe jutott, hogy hát valamit kéne csinálni. Ugye diákok voltunk, balézni kellett, én már sok számot otthon fújkodtam, és összeszedtem haverokat a környékről, a Bocskaüt környékéről, de olyanokat, hogy a Benkő Laci, a Lauksz Jóska, aki arra lakott a környéken, és ott elkezdtünk muzsikálni. Mennyire volt, hogy mondjam, gyakori ez a jelenség akkoriban, 1957-ben, hogy valaki jazz zenekart alapít, mint ahogy ezt te is tetted? Hát ez olyannyira nem volt népszerű, hogy mi voltunk az egyetlenek. Tehát a következő zenekar, például mondjuk az Omega, hát nem jazz zenekar, beat zenekar, de ugye 62-ben mentek el tőlem a Lauszba, és akkor csinálták az Omegát, a Fenyérez Kacsi később elment, csinálta a Skorpiót, a harmadik, Oroszlán Gyuri ment a Bergendihez, amikor megalakultak. Tehát gyakorlatilag a Benkó Lixjelent egy ilyen oktató zenekará változott, jöttek, mentek az emberek, és hát mai szemmel elég furcsa, azt is mondhatnám, hogy gyatra zenélés volt ott az első hónapokban, hát ugye se tanár, se segítség, se minta, se lemezek, tehát nagyon nehezen lehetett ott valamit kezdeni. Akkor mi alapján dolgoztatok? Hát úgy, hogy ugye volt a Music USA, amit lehetett hallgatni, volt a Szabad Európa Rádió, amin néha volt jazzadás, és nyugatról 56 után szivárogtak be lemezek. És így szereztem én Louis Armstrong lemezeket, azok között is a Ambassador Szecs volt az egyik kedvencem, mai napig megvan minden változatban. És akkor annak a összes számát lemásoltuk hangról hangra, játszottuk, de hát ugye fiatal gyerekek voltunk, nem lehetett elkerülni, hogy a Rock Around the Clock, meg a Éneklőhegyek, meg a nem tudom micsodát játsszuk, az viszont szaxofon kellett. Úgyhogy beszereztem egy altoszaxofont, azon is játszottam jó sokáig, mindaddig, ameddig ez a beat pop-rock ment. Tehát a Benkó Dixielent volt az első ilyen amatőr csoportosulás, és emellett az első rock-pop banda, hát akkor mi másnak neveztük, ugye akkor a stílus, luxemburgi stílusnak neveztük, mert a luxemburgi rádióban is voltak ilyen nóták. Nagyon sokkal később kezdtek a többi zenekarok is előbújni. Ők már mind fiatalabbak voltak nálam, tehát ezért van az, hogy én ilyen dohányjel vagyok ennek az egész műfajnak, mert hát ők 3-5-10 évvel fiatalabbak. Ugye? És akkor ez a fajta
zenélés kiegészült úgy, hogy az összes iskola bált, az egyetemben, műszaki egyetemre jártunk, hogy akkor annak az összes bálját, de állatorvosi, SOTE, közgáz, kertészeti egyetem, tehát voltak ilyen ominózus nagy bulik, azokat mindent mi csináltuk. Akkor jött az a nagy kérdés a zenészeim, hogy mit dixilendezünk, mit össze-vissza. Hát minden bolt apu a kezedben, apunak hívnak azóta is. Minden bolt a kezedben van, jó keresünk vele, minden. Hagyjuk a francba a dixilendet. És akkor én eldöntöttem, hogy nem, én csak dixilendet játszom, és akkor mindenki elhagyott gyakorlatilag. Akkor 62-ben újjáalakítottam a bandát, olyan emberekből, akik mérnök hallgatók voltak, akik biztos nem akartak profi zenészek lenni, akik az állás mellett gondolták, hogy amatőr lélekkel nagyokat muzsikálunk, és ez a zenekar volt olyan hét, hogy 4x6 órát gyakorolt. Borzalmas sokat gyakoroltunk, és meg lett az eredményem, a 60-as évek elejére megszólalt a zenekar. Tényleg, akkor már értékelhetőbb valami volt. Jöttek a Ki mit tudok, azokat átvészeltük, soha nem voltunk elsők. Egyedül a Csini Baba filmben volt egy trükk, nem tudom, láttad, hogy a Szabó varta a Benkoék smokingját, még döntő nem is volt, de ma milyenket varták, hogy mennek Kubába fenét. Mindig másodikok lettünk. Ültem a vonatba, ez egy ilyen diszlet volt, egy kis vonat, lukak voltak az ablakok, azt kukkoltam kifelé, és az utolsó pillanatban mindig kiestünk. És szerinted ennek mi lehetett az oka? Tudok magyarázatokat, meg később, ugye az összes Ki mit tud adásban már én voltam a könnyű zene és a könnyű táncnak a bírálója. Tehát valószínű a létszám az egyes. Ugye amikor arról volt, hogy ki lehet menni ide-oda, a 3-4 tagú együttes sokkal értékesebb volt, mint a 7-8 tagú együttes. Kettő, nagyon népszerű volt a beat pop rock. Tehát úgy kezdett betörni az országba, hogy mindent mosott. Az 50-es évek, 56-ban már a Füredi Mólón már nagy Elvis meg egyéb zenék mentek. Tehát nagyon hamar átütötte a régi swinges világot. Tehát magyarul modernebbnek tűntek ezek az együttesek. Igazából kisebb létszámok voltak, igazából nem voltak problémásak, mindig dumáltunk, ugye értelmiségi gyerekek, mindig okos tojások, adtuk ott a tanácsokat, minden, nem szerették. Úgyhogy mindig másodikok lettünk, de hát akik akkor nyertek, mondok ilyet, a Kék Csillag együttes. Egyszer az utcán sétáltunk, és leszólított egy általam ismeretlen gyerek, nyakamba borult, de azt mondja, a Kék Csillag. Hú, mondom, Mária szívet, everték engem, aki mit tud volna. Hát azt mondja, most jött ki a sitről, meg ez történt, meg az történt, tehát valamiféleképpen nem tudtak megkapaszkodni tisztességesen. Nagyon hamar, mind a mai gyerekek, még kisebb népszerűséget, de nagyon hamar népszerűséget kaptak, felfutottak 6 hónap, 18 hónap, és aztán kimúltak valahogy. De veletek ugye nem ez történt, ahogy el is mesélted, szépen fokozatosan építetted a zenekart, és hát a mai nap, hogyha visszatekintünk a ti múltatokra, akkor ugye az látható, hogy a tizenéteket körülbelül 9 millió ember hallotta. Ez már majdnem egy magyarországnyi népesség. Hát ugye évente azt mondják, ugye, hogy mert a szingapúri tévétől az északi államokig, USA-ig körülbelül 600 millió nézőt érintünk meg évente, televízión keresztül. Igen, de... bocsánat, én most az élő nézőkről beszéltem, vagy ja, az élő. A koncerteken, de, ugye 9 millió. De mindegy, a lényeg az, hogy ugye az én nézetem az volt, hogy amatőr lélekkel abszolút professzionális szinten játszani, de a polgári hivatásukat megtartani. És ezt be is tartottuk. Én 95-ben jöttem el a Műszaki Egyetemről nyugdíjba, ott voltam tanár végig egész életemben, 20-22 éves gyerekeket tanítottam, ugye ott a villamoskaron. Annyit vezettél autóval, ugye különböző turnékra, hogy százszor is megkerülhetted volna a földet mennyiségben. Emellett ugye tanítottál a Műszaki Egyetemen, és hát családi életet is éltél. Ezt a három tevékenységet, hogy lehet igen. professzionális szinten tartani? Na hát azért az én életem valójában két teljesen különálló pályán futott, és skizofrén állapot volt. Nekem tudományos munkát kellett végezni, doktori disszertációt kellett készíteni, az elektromágneses terek
numerikus szimulációba vittem meg a doktorimat, tehát nagyon komoly tudományos munkát végeztem. Mai napig is a Mérnök Akadémia tiszteletbeli tagja, a Mérnök Kamara tiszteletbeli tagja vagyok. Mai napig tanítok az Óbudai Egyetemen és a Veszprém Egyetemen. Online oktatási rendszerek tartó, nagyon sok hallgatom van, sokat jelentkeznek hozzám. Tehát egyik fel az életemnek az, hogy tudomány, a tudományban lévő új elemek, többek között én kezdtem a Budapesti Műszaki Egyetemen a számítástechnikát oktatni, tanulmányozni, szóval nagyon sok minden fűződött a nevemhez, tehát azt is mondhatnánk, hogy az én életem ott teljes lett. Hát volt egy teljes, szép karrierem, egy műszaki karrier. Ettől teljesen leválasztva jött a zene, ami együtt járt nagyon-nagyon sok próbával, hangszeres próbával, együtt járt végtelen sok szervezéssel, a Benko Dixieland One Man Show. Mindent én intézek. Akárhova megyünk, akármit csinálunk, akármilyen szerződést kell kötni, akármilyen, van egy cégünk, abban a cégben nincs alkalmazott, én csinálok mindent, és ettől megy viszonylag gördülékeny az egész, mert én úgy érzem, amit én szeretnék, azt pontosan megcsinálom. És akkor a zenéléssel jár együtt az, hogy hát volt olyan év, hogy 360 koncertünk volt, tehát minden napra egy koncert, ezt értsd úgy, hogy Filharmóniában napi három mondjuk, akkor voltak próbák közben, ez az, és mindig utazni. Tehát beülni, lemenni, mit tudom én, San Sebastianba, borzalmas messze van. Utána elmenni, mit tudom én, a francia tengerpartra, nagyon messze. Elmenni Gentbe, mit tudom én, jazzversenyeket ott nyerni, vagy föllépni. Összes holland városban, német városban, osztrákoknál, lefele Szicíliáig az olaszoknál. Ez egy ilyen európai nyüzsgés Angliába, nagyon fárasztó. De érdekes, hogy olyan természetem, hogy engem pihentet a vezetés. Jó kocsim van, nem azt mondom, tehát ő vezet magától. Beülök a kocsiba, és akkor olyan tiszta lesz a világ, senki nem abajgat, nincsenek szerződések, nincsen semmi, nincsenek rajongók, meg nem rajongók, meg ezért szépen megyek. Persze a zenészeim horkolnak mellettem, meg nem tudom, micsoda, szóval a kocsiban azért van zavaros pillanat, de úgy nagyon megnyugtat a vezetés, és ha azt mondom, hogy tényleg, ahogy mondtad, 4,3 millió kilométert az én kocsimba lementem, de hát a Trans-Szibéria Express vonattól kezdve, hajókon, mi annyit utazunk, hogy nem igaz, és hát a repülőkről most ne is beszéljünk. Hát hiszen ugye Malázia, Szingapúr, Tajföld, Indonézia, mit tudom, a túloldal, Mexikó, Egyesült Államok, hát mindenhova rohadt messze van. Ugye az előbb említetted, hogy volt olyan évetek, amikor több mint 300 koncertet adtatok. Az elmúlt 57 évből ki tudsz emelni egy olyan koncertet, ami a legemlékezetesebb az életedben? Hát nézd, 10.860, azt hiszem, ott tartunk, 10.860 koncert. Voltak évek, amikor nagyon sok volt. Amerikában volt olyan turné, hogy egy hónap alatt valami 48 koncert, tehát itt napi több koncertek, mert ugye úgy gazdaságos. Az, hogy elviszem az embereimet, és ottan lógatják a lábukat, az nekem nem gazdaságos. És az, hogy az ember hogy emel ki koncertet, egyet-egyet, nagyon nehéz az emlék már. Ugye? Az egyik emlékezetes koncert például a televízióval együtt ünnepeltük a Sportarénában az 50 éves jubileumunkat. Sok műsor, az amerikai nagykövetők kezdve a tévéelnök, mindenki ottan tényleg a legkedvesebben ünnepelt bennünket. Nagyon jó show született, tévében már lement vagy ötször, mert ugye mindig ismétik a régi műsorokat. De hát, ha azt mondom, hogy Amerikában voltak olyan koncertjeink, ahol az ottani sztárokkal összeakadtunk. Tehát például, mit tudom, Sacramento-ban egy Abe Most nevezetű klarinétos, a legnagyobb sztár. San Diego-ba, San Jose-ba egy Henrik Vesta. Magyarországon nem is tudtunk ezekről az emberekről, ott pedig a legnagyobb sztárok. És az egy óriási dolog, hogy játszol a színpadon, és csak bejön egy idegen ember, és akkor, na, mi a francot csináljunk? Tudod mit? Stratenvitzan barbecue, kezdjük el. Még azt sem mondjuk, mert jó szervi, milyen hangnembe. Hozza az zongorista vempet, már mindenki tudja, milyen hangnemünk. És valami elképesztő élmény,
egy vadidén emberre úgy játszani, mintha 6 hónapig gyakoroltunk volna. Két amerikai elnök is kitüntetett téged, illetve a zenekart. Először ugye Ronald Reagan 1987-ben, majd 20 évvel később ifjabb George Bush 2007-ben. Hogy emlékszel vissza ezekre a kitüntetésekre? Hát először is ugye acéleltársaktól kellett engedélyt kérnem annak idő, hogy átvehessem a kitüntetést, ugye? Tehát ez is egy macera volt. A Ronald Reagant én igazából nem is tudtam, hogy milyen típusú elnök. Hát egy cowboy színész, biztos nagy elnök, de kiderült, hogy Amerika egyik legjobb elnöke volt. És a Benko Dixieland kitüntetése a mai agyammal senki nem mondta, én csak úgy gondolom, az amerikai bomlasztó politika egyik sarkalatos pontja volt. A kultúrában én voltam az ég. Mert Moszkvában, amikor tárgyaltak, utána hazament, és utána kapta 87-ban kitüntetést. Tehát, hogy még a kultúrában is volt figyelmük arra, hogy na egy vörösnek adunk valami lozungot, és akkor nekünk semmi. Az igaz viszont, hogy amerikai elnökök nem adnak ilyen művészeti díjakat, tehát Európában csak én kaptam meg ezt a két amerikait. A Bush meg nekem nagy meglepetés volt, mert mindig egy alacsonyabb növésű, olyan kicsit határozatlanabb embert képzeltem el. Nagyon határozott, nagyon kemény készfogás, nagyon jó orgánum, hang, kiváló beszéd, minden. Tehát úgy emberként, amint vele vagy, egy abszolút szimpatikus ember. Hogy aztán a világpolitikában mit csinált, tehát ez nem a zenekar dolga. A közelmúltban töltötted be 75. életévedet, igen. De igazából úgy beszélsz itt, mintha 30 éves lennél. Milyen terveid vannak a jövőre nézve? A Benko Dixielandnek mindig is az volt a tulajdonsága, vagy az én tulajdonságom, hogy mindig tele voltunk olyan tervekkel, hogy a közönségünknek is, meg magunknak is mindig újat kell adni. Azért gondolj bele, már 10 000-szer fölmentél a színpadra, és volt, aki már nem tudom hány koncerten ott csücsült. Mitől tudsz te újabb lenni? Most 25 órányi koncertprogramot tartok életbe a zenekarral. Ez azt jelenti, hogy most azt mondta, hogy kezdjünk el itt játszani, olyan 14 komplett koncertet ismétlés nélkül játszunk. És amikor kételkedtek ebbe az újságíró kollégák, akkor a New Orleans klubba elindítottunk egy ilyen sorozatot, és megcsináltuk a 14 koncertet, egyetlen számot nem ismételtünk. A másik Benko gyűjteményt készítünk, ami önmagában hülye hangzik, hogy én most a saját dolgaimat rendezem, ugye. Egy nagyon nagy gyűjtemény, a Tarlóség, a Budapest támogatja anyagilag is ezt a dolgot. November 1-től egy ilyen előkiállítást szervezünk a Bálnában. Óriási munka, amire ez össze tud lapátolni. A régi technikai eszközünk, a Grundig, a Mambo, a Tert, a Magnótól kezdve, a kezdeti lemezjátszóktól, az legelső, amit mi hoztunk be Magyarországon, ilyen erősítő berendezések, akkor az a zongora, amit mi elektromos zongorának nevezünk, nekünk volt egy ilyen klavírszet, nem tudom, ami hülye neve volt, az volt nekünk először egy fadarab, és az kellett ugye zongorázni. Akkor az összes egyenruhánk, a fotóink, a rólunk megjelent cikkek címei egy ilyen vastag könyv. Na most ez csak a címek rövid, egy sor, egy cím, és ez ilyen rohadt vastag könyv. És hát le kell turnézni megint a világot valahogy, mert most már 1-2 éve nem jártunk Indonéziába. Most például a Alanyában mi lettünk volna a Jazz Fesztiválnak a sztár vendégei, szeptember 19, azt hiszem. Előtte 2 nappal fölgyújtották a kurdok Alanyát Törökországba. Úgyhogy nem mertem kimenni a bandával. Hát aztán Európába járogatunk elég sokat. Szóval csináljuk a mindennapi dolgainkat, és tényleg, ahogy mondod, nagy mázlim van, hogy 75 évesen még nincsenek problémák. Hát lesznek, hát persze, lehet, hogy 2 hónap múlva, vagy 5-10 év múlva.